És közben rájöttem, hogy a lányoknak hiába mondok, hogy közénk összehallgat, már régen, hogy mert... Gyerekek, villámgyorsan! Pontosan! Miközben a melegéped a borsószívőben is beleír a hajadalámba. Így nem engedi ezen a kísérletet. Nagyon gyorsan! Gyerekek, én vagyok a felelős mindenkiért. Itt történik egy baleset, én megyek a rendőrségre, maguk meg a kórházba. Dávid, nem szeretnék még egyszer magára szólni. Mindjártól kérek Zsuzsanyénitől. Tehát, fizika mérőgyakorlat túl eltérően a végignéz minden egyes tanuló kísérleti tárcáját, fordítsa mindenki úgy a tárcáját, hogy ne a kénycső állvány legyen maguk felé, hanem a többi eszköz. És nyugodtan fölmérik azt a helyzetet, hogy azon fizikis műanyag flakonok mit tartalmaznak. Mit vesznek azon a részre? Tessék? Csúcsak. Tehát savak és lúgok esetén még körültekintőben odafigyelve fogunk hozzá a kísérlethez. Nyugi. Én annak ellenére, hogy fizikán tartottam balesetvédelmi kémia óra, laborgyakorlat, itt is balesetvédelemmel fogok kezdeni. Innentől kezdve, hogy ha valakire rá kell szólnom, elképzelhető az, hogy a kísérlet, mert ugye aki végignézte a feladatlapján, jó pár kísérletet önöknek el kell végezni. De hogyha nekem valakire folyamatosan rá kell szólnom, vagy éppen figyelmeznem kell, akkor nem fog megvalósulni a kísérlet. Kérem szépen, Zsuzsa néni itt a laborvezető. Nem véletlenül jelezte, és teljes joggal, hogy a hosszú hajú hölgyek orvosolják a problémát. Nyilván a rövid fészúdás srácoknak nincs ilyen pontjuk. Haladjunk tovább. Önök utasításokat szoknak, utasításokat tartalmaz a kémia feladatlapjuk. Hogyha belenézünk, akkor arab 1-es, arab 2-es és arab 3-as pontok tartalmaznak az önök feladatait, az önök kísérleteit. Nagy vonalakba gyorsan fussunk át rajta. Az első, az a részhevítése. Záruljál ott a tanulói kísérlet. Valamitra is kinyitja, nézi. Tanulói kísérlet. Tehát mindenki megpróbálja észrevenni a tárcáján, hol van ez a pici kis rész drótocska. Milyen rész? Itt van benne a tárcán. Milyen rész az? Igen, de az anyagok rész, de vörös vagy sárga rész, vörös. Erről fogunk majd beszélni, hogy az elektromos vezetékek ugye tömörű vagy sodrott részszerkezettel rendelkeznek, de az anyaguk vörös rész. Ki tudna esetleg már most megmondani, hogy mi a különbség a vörös rész és a sárga rész között? A színük teljesen jó, az egyik ugye ilyen, a másik. De mi az anyaguk? Most ez kicsit fontosabb lenne. Az anyagukban mi a különbség? Van-e különbség? Vagy csak a színükben van különbség? Ugye, hogyha valaki aktuális információt szolgáltatna, hogy most a színes fém átvevő telepek mennyiért veszik át a vörös rezettív olyat és a sárga rezettív. Ez osztályonként általában mindig egy-két ember azonnal szól, hogy igen, önállóan a vörös rezettív 1300-1400 forint kiló, annyit adnak érte, a sárga rész az olyan 700-800 forint csak. Akkor valami most már ugye megmozdult, hogy hát akkor nem lehet ugyanaz az anyag. Igen? Vörös rész, az tartósabb és kevesebb a vörös. De hogy arra gondolunk, hogy a sárga rész nem tiszta rész, hanem ő micsoda? Ő egy, úgy hívjuk, hogy ötvözet. Na de akkor van egy másik anyag, úgy mondanám, hogy egy szennyező benne, ami értéktelenem létezik. Mit gondolom, az milyen anyag van? Szerintem már halott benne az életűse.
van, így van. Tényleg, a feladat most csak elmondom, hogy mit kell is. Ne is van fényképen sem. Rész gombolya volt nagy, csak látom, és figyeljük, hogy a részről szeretném bekövetkező változás. Ide található tartalmaz feladatokat. Megfigyelési szempontok. Részdrót színe említés előtt. Majd felírjuk. Részdrót színe említés után. Kérem szépen. Aktuális baleseti veszély. Önök mivel fognak segíteni? Még nem csinálunk semmit, csak nézelünk. Borszeszélyközben. Nem beszéltük a borszeszélyről, láz, hőmérsékletét még az előző órán 455-100 Celsiuson. Mivel önök nyílt lámpal fognak dolgozni, így nagyon odafigyelve körültetik őket. Akinek hosszabb a köppene, ugye a köppen új része óvatosan nehogy belemúgjon a lámpa. A haj most már ugye megoldódott, mert össze van fogva. Ott van majd egy fénycsipesz, és nyilvánvaló erre a rézdrót darabkára rá kell fognunk majd a csipesszel, és a megnyújtott borszeszélyű lámpával kell majd tartani. Fölírtuk, hogy milyen a színe alaphelyzetben, majd utána elkezdik hevíteni, magyarul merengítjük. Meg kell nézni, hogy milyen lesz utána a színe. Megint csak baleseti veszély, a fölhevült fém ugye mit okozhat, ha véletlenül hozzáérek csipesz nélkül? A rézdrót, ha meg fogom véletlenül csipesz nélkül. Nagyon forró, megint a bőröm és itt a nem mecetelem. Láthatják azt, hogy a fölhevítés után a rézdrótot arra a pici kis üveg tárára, csészére, vagy a betű csészére kell majd visszatennünk. Jó? Nem a műanyag tárra, mert a műanyag ugye megolvadhat, beleérhet a fölhevült rész. Ha ez meg lesz, akkor leírtuk, milyen lett vajon a színe elvítés után. És jön a feladat. Írd fel a reakció egyenletét. Kérem szépen, tudjuk, hogy a kémia órán nagyon sok tanuló a reakció egyenlet írástól fél a legjobban. Mert hogy nem tudja megfelelő módon letenni. Most itt együtt fogjuk majd ezt megcsinálni, elkészíteni, valaki majd fölírja a táblára, és utána fogjuk majd felírni. Jó? Majd a kísérlet után három kérdésre kell válaszolni, milyen típusú a reakció, miként viselkedik a levegőoxigén, illetve a rézzel, illetve milyen szerve nevezhet az oxigén. Majd a negyedik esetben ott egy kémcsőben, hogyha látod valamit most a poharat, vagyis a feladatot nézi, ugyanis bele kell elíteni a felhevítést. Nem nevezem nem én, hogy mi keretkezett a felületén a lépcsőben, mert ezt önöknek kell elmondani. És meg kell néznünk, hogy mi történik utána. Kérem szépen, a mai órán én nagyon szeretném, hogy ez a kísérlet komplett meg legyen, ez a kísérlet komplett el legyen készítve, feladatnak és a következő órán, ugye a szünet után, szerintem el tudjuk kezdeni az arab 2-es, a sósabb képhatásának vizsgálatát. Még jobb és több odafigyelés sósabb. Ugye? Maró, savas vegyületről lesz szó. Tehát emlékezzenek vissza arra a balesetvédelmi szabályra, ami hogyan szól? A bőrökre maró hatású. A kolesztörőig is, aztán bővizelem. Nagyon jó. Miért nem fordítva? Mert akkor csak szét. Tova terjedne a kész fejemen, így igaz, nem pedig ugye az ellenkező, amit szeretnénk. Kérem szépen, itt majd a feladat óraüvegre fektetett lakmuszpapírra, mindenki látja akkor, hogy mi az, hogy óra
Vagy nem lehet villanyszerelő. Azt hiszem nem keresett ennek, hogy miért jó. Majd kísérletekre kell itt szépen válaszolni. Kérem szépen. És az utolsó kísérlet, ami szerintem 13 óra magasságában lesz majd önök által elvégezve, a 3-as. Kádium permanganát hemítése. Tanulói kísérlet. Szerintem erre biztos, hogy emlékeznek. Nem tudom kellő megmondani, hogy ki csinálta. Magyarul mit kell fejleszteni? Nagyon ügyes, nagyon ügyes. És akkor nézzük már meg, hogy van-e ott nekünk kálium felmagadatunk. Elő van készítve a kémcsőben, és senkinek az a tegyél. Nekünk nem kell azzal most bajlódani, hogy kivesszük a vegyi anyagot. Már Danál nénik előkészítették a kémcsőbe. Tehát abba nem öntsünk most semmit. Mert ő a 3-as kísérletet tartotta. Megvan a parázsló gyújtóbálca mindenkinek? Vigyázzanak, mit mondanak, ez egy rafinált kérdés. Ez most nem parázsló. Bizony. Egyértelműen mondhatnád volna, hát nekem nincs parázsló. Nem majd lesz? A kérdésekre szintén válaszolni fogunk. És ott a legalján egy picit a nézzék már ezt a levelet. De lehet a fa is, meg bokor is. Mi jut eszük arra, hogy a dördövények nem érjük el nagyon oda figyelni? Mert ők mit csinálnak? És mit fognak megsötni? Cserébe mit kötnek meg? A levegőt. Hausak, nagyon jó, és én jó. Hogyan hívjuk ezt a folyamatot? Fotoszintézis. Ó, gyerekek, nagyon jó vagyok, mindent tudnak. Amit még esetleg nem mondtam a tárcával kapcsolatban, most meglepődhettek, hogy nem falból készült a fénycsivágás, hanem műanyagból. Látnak még ott főzőpoharat, látnak ott csupát, és azt hiszem, hogy ennyi a történet. Itt van két emberek csoport. Na most akkor két emberek csoport. A következő a kérdésem, ott 3 emberek csoport. Itt 2 emberes csoport? Itt 1 emberes csoport? Jó, jó. Lentre van. Azt a baleseti veszélyt pillanatot mindenkinek, és juttatnám az eszébe. Egyedül vagyok most itt önökkel a laboratóriumban, tehát nem szeretném azt, hogyha majd az egyik csoport szól, hogy valamit mutassak meg, vagy segítsek, és a másik csoportnál történik dolga valamilyen nagy Isten van ő, nem nevezném balesetnek, és nem fog nekem szólni. Bármilyen baleset történik, azonnal jelezzük tanárunknak. Ezt nem felejtjük el. Itt megnézem ebbe az esztétikus kis papírdobozba, hogy vannak kesztyűi. De már... Ezt már látom, hogy kevesebb, úgyhogy mindjárt szaladok tanár nézitől megpróbálok kérni. Egy ember kettő, ugye? Mindenkinek fogok intézni, magának még egy. Villanak türelmet. Tanárnéni kapta is nekünk neveket, úgy vagy. Jó, mindenkinek meg lesz. És hát egy számot a legjobb. Ez univerzális, ez bőszer. Gumis, gumis. Hivatalosan teljes jogú kísérletet készült személyeknek. Nagyon jó kérdés, tettek fölé nekem elő. Hol kell a kísérletet elkészíteni? Természetesen a kísérleti tárca fölött. Én is. Én a többé, hogy 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 a többé, h
gombolyagot tartsuk lánta, és figyeljük meg a Rézsót felületén bekövetkező változást. Csipesszel látok részdarabra, amit megbeszéljük, hogy milyen anyagú, megnézi a szívét. A csoport egyik tagja meggyújtja a borszeszégőt, közben ellenőrzi, hogy a borszeszégő nem érintkezik semmi más anyaggal. A meggyújtott gyufaszálat eloltja, és a tárcára helyezi. Hogy van? Megnézte mindenki a Rézsdrót színét, meggyújtotta a borszeszégőt, és elkezdi melegíteni. Innentől kezdve odafigyel, mert fölforrósodik a Rézsdrót, és égési sérülést okozhat. Elkezdi a lámpa melegítést. A Rézsdrótot a melegítés után ugyanoda helyezzük, ahol volt. Nem a műanyag tárcára, hanem abba a pici kis készítésképe. Milyen színű lett, ugye, ha ezt megtapasztaljuk? Igen, most érezünk egy pici kis szagot is van. Nézni kell a felületét az anyagnak. Na de, a lámpának volt ilyen. És én hoztak még a lámpának ilyen. Hőmérséklete változik a láng nyelv megfelelő részén. Ha valaki közvetlenül oda a aljához teszi, az nagyon alacsony lesz a hőmérséklet. Jó? Talán egy besegít nekünk, és egy színtelen folyadékot fog törzetni. Jó? Megvan a színe? Jó? Ha megvan a szín, akkor a hemítést megszüntetjük, és abba a színtelen folyadékba, amit tanárnénék tölt, a csipesszel bele fogja helyezni. A hemítés után. Jó? Föltesszük azt a kis tárgát is a tárgára. Ha már ízik, akkor hagyja oda nyugodtan a hemítés. És belehelyezzük, most már belehelyezhetünk, amit tanár Vivi öntött nekünk oda. Igen. Nem, hagyja be. Elzárja a borszeszékőt, aki már kevített. Túl van a megítésen, elzárja. Mindent a tálcán tárolunk nekünk. Mindent a tálcán. Jó? Elzártuk a borszeszékőt. Amikor a tanár Vivi által kiosztott folyadéka már bemerítettem, utána kiveszem a csipesszel, és megnézem, történt el valamilyen változás. Nem történt. Na kérem, figyeljünk csak ide. Van itt egy olyan kérdés, hogy megfigyelések. Gyerekek, megfigyelések, a feladatlapot is nézzük változatosan. Rézsdró színe hegítés előtt. Beírta mindenki, amikor még nem tartotta a borszeszélő lámpjába, milyen színű volt a Rézsdrótja. Aztán a Rézsdrót színe hevítés után mit írták? Egészségesen. Milyen színű volt a Rézsdrót melegítés után? Mondjuk az húzva. Fekete színű. Igen. Megfeketedett. Ezt beírhatjuk. Nyugodtan tegyük az eszközöket, tollat kézbe, beírja. Tehát Rézsdrót színe hevítés után fekete. Mit tetszett sejteni? Jó, az nem baj. Miért szeretnél levetni, Dorka? Mert én állok. Én levetes. Nem tudom, hogy lesz laboráns. Nem tudom, elviselni a valami. De kísérletkor fölveszik. Jó? Jó, folytatjuk. Feladat. Írd fel a reakció egyenletét, kérem szépen. Próbáljuk már meg fölírni. Van-e valakinek ötlete, hogy hogyan és mi játszódott el? Milyen anyagok voltak a kiindulási oldalon? Mit kezdtem melegíteni? Tessék, jön!
jönni, adok egy tollat, fölírja ezt a reakció egyenletet. Jó? Tessék! Ez az nem probléma. El fog csalálkozni. Jó? Figyelem, a reakció egyenletét mindenki föl kell, hogy írja. Tessék, mi is a résznek a vegyjele? Mert ugye az atomokat a periódusos rendszerben vegyjele kell jelenni. Tessék? Hát ezt én nem kérdezem. Jó. Hát én hevítettem meg magam. Hát a réz milyen szívű volt? Rossz. A kiindulási oldalon lévő első anyagukkal, ami a réz volt. Mi a réz vegyele? Segítsünk itt egymásnak kereszteni. Első 20-on kívül vagyunk, igaz? Kuprum a tudományos neve. Kuprum. Ezen tudományos névből induljunk ki. Na és látjuk a periódusos rendszerünket. Hanyas a rendszáma? 36-os lenne. Ő a króm. A króm a 36-os vagy a kripton? Ki mondja, hogy a króm? Ugye senki nem mond ilyet, mert most hanyadik főcsoportban vagyunk. A nemesgázosztokból beszélgetünk, ott nincs króm, tehát hélium, neonárgot, kripton, xenon. De nem a 36-os. Tehát még egyszer, kuprum. Tudományos név, magát azt éreztette meg, hogy a kuprum nem K-val, C-vel iratú. Akkor rakjuk össze. C, P, C, C, U. Hanyas a rendszáma? 29. Na akkor kezdjük most már el. Tehát a réz, vagyis C, U. Igen? Lehet, hogy váltani kell kirisztolni. Vagy, ha gondolja, itt a táblán is dolgozhat, és itt még olyan színnel fénykedik, amivel szeretne. Adok egy másik színt. Na, nézzük meg akkor. Kérem szépen, gyerünk tovább. Igen, ez fog. Jó, jó. A C-t is kérném akkor, hogy van? Nagy C, kisú. Plusz. Most a kiindulási oldalt próbáljuk összehozni. Ugye? C, igen. Na, ki mondja meg, hogy mivel lépett reakcióba a borszaszégének a lányában. De most ugye, nem mondok rosszat teljesen, de mi veszi körül ezt az anyagot? Atom. Még nem a levegő. A levegőnek a miével? Nagyon jó. Kis ismétlő kérdés. A levegő fő komponense. Ami legnagyobb százalékban vagy a levegő. Ő a második fő lesz, de ez a megfejtés önnek. Mit? Hány százalék? 70. Jó. Második fő komponens. Oxigén. Hány százalék? Őt már írhatjuk. Tehát a kiindulás volt a oxigén, de ugye nem atomos állapotban van, hanem... Hogyan hívjuk, amikor a jobb alsó sárkába tesszük azt a kis kettes? O2. Ő atom, ion vagy molekula? Nagyszerű. Ha most szeretném tipizálni, a molekulásnak ugye elem vagy vegyület molekula típusába tartozik az oxigén molekula. Ugye definíció szerint mondhatjuk, hogy vegyület molekuláknál különböző atomokból felépülő nézeskéről beszélünk. Az O2-ben van más atom, akkor elem molekula kategória, definíció szerint azonos atomokból felépülő kémiai részecske. Akkor plusz O2.
indulási oldalunk nyílt, jobbra nyílt, és ha hiszik, ha nem, az a fekete valami, amit maguk mondtak, hogy fekete lett, most fogjuk megkomponálni a zsír után, hogyan hívjuk a keletkezett terméket, azt a fekete valamit, ami ott jön. Rakjuk össze ezt a kettőt. Igen? Nagyon ügyes, nagyon ügyes. Szépen, hazajövünk. Mi a rézoxid képlete? C-U. Összeolvassuk. Na, és itt megállunk. Valaki azt mondja, hogy tanárul, hát itt valami még nem rendben, nincs rendben, nagyon jó, mert a bal oldalon kettő, ugye, oxigénatom van, vagy egy mol oxigénatom, a jobb oldalon csak egy oxigénatom van. De hát meg kell felelnie, milyen törvénynek. Így van, ugye tömeg megmaradás szempontjából is a reakció egyenletnek egyezni kell, mol számjának is. Tehát, hogy lesz a jobb oldalon is két oxigén? Mit kell csinálnom? Vigyázzon! Azért nem írhatunk oda kis kettes. Úgy van, akkor hova írok kettes? Nem kis kettes írok. Nagyszerű, hanem a mol számot fogom mutatni, tehát a CO elé egy nagy kettes. Elé, CO elé egy nagy. Igen, ám, de most megint veszem észre. Most már az oxigén rendben megvan a kettő, holni, mert ugye a nagy kettes mindkettőre van. Most már a célja is kettő. Mit kell csinálni a pillanat? Nagyszerű. Kérem szépen, a helyes reakció... Vigyázzon, őt nem írhatom molekuláris állapotba. Igen? Tehát beírom, nem jobb alsó sarkába, hanem eléje a nagy kettes, vagyis ha ezt szeretném, most már még szerint ugye hány molnyi rézzel lép reakcióba, hány molnyi oxigén molekula? Két molnyi rézatommal lép reakcióba egy molnyi oxigén molekula, ebből lesz két molnyi rézoxid. Most, hogyha én tovább viszem, a feladat nem kérdezik, de én szeretném, hogy igazoljuk a tömeg megmaradás törvényét. Kérném, mindenki írja oda a tömegeket, a bal, vagyis indulási anyagok tömegét, és ellenőrizzük meg, hogy megegyezik-e a jobb oldali keletkezettel még tömegével. Használjuk a periódusos rendszer, mint tó, ugye a falon. Ide jön, megnézi, mennyi a réznek a tömege. Célú. Azok van a célú, igenis 63. Tessék, már írja is alá. De valaki mondja, vigyázz, nem így dolgozom, mert két múlni kell. Tehát... És akkor azt mondom, hogy 120-126. Teljesen igazam, 120-at mértékegységet is kérem érjük oda. Azt már nem kell a célú, csak a 126 mellé írja oda, hogy milyen mértékegységben van most ez a... Igen? Úgy van. Nagyon jó. Kérem szépen, már felgyőzni kell, hogy tudjuk, tudjam, az oxigén tömegét. Egy mol oxigén a top tömege. 8 a rendszáma, 16. Nagyon jó. De viszont... A kettő a bőrt is, ezért van 32. Nagyon jó. Mértékegységet nem felejtjük, hogy leírni. És akkor nézzük a nyíl után, hogy hogyan is kell kiszámolni két mol rézoxid tömegét. Én tanácsolom, hogy írja fel a részeredményeket a vegyjel fölé. A rész fölé azt írja, hogy... 126. Most attól függ, milyen módszerrel fogja összehozni nekem a számítást. Én egy molnyira szeretném. Tehát egy mol résznek, csak nagyszerű, ilyen a lényeg. Egy mol oxigénatomnak, egy kis összeadással közéjük. Kérném ezt végezz el, 63 meg 16. Jó? És ezt kell most, ezt a 79-et, megszorozni kettővel. Tehát szor kettő, és a nyír mellé ide az égeredmény beírja. Na kérem, ellenőrizzék csak, ne, tesz egy kapcsolatzáró jelet ide, beírja az eredmény, hogy a bal oldal, vagyis a kiindulási anyagok együttes tömege megegyezik-e a keletkezett termék tömegével? Igen. Így van, egy hiányosság, a mértékegységet még tegy oldal. Nagyon jó.
Itt van. Kérem szépen, a reakció egyenlet helyes, üres volt. Köszönöm szépen, helyes foglal. Na kérem, gyerünk tovább. Feladat, írd fel a reakció egyenletét, megtörtént. Igazoltuk is. Kérdések? Na hát, erre kíváncsi vagyok, ki fog még emlékezni. Annyit mondanék, hogy 7. osztályban a év vége felé jártunk már, amikor ezen anyaghoz milyen típusú reakció, miként viselkedik a levegő oxigénje a lézzel, milyen szernek nevezheti az oxigén. Emlékeznek-e még erre a reakció típusra, erre a névre? Emlékeznek-e arra, hogy még azt is mondtam, hogy vegyük csak ketté? Mit jelent ez a rész? Mit jelent ez a rész? És így jött az elnevezés. A red oxi így van. Na, kérem szépen. Akkor. Milyen típusú reakció? Redoxi-reakció. Kérjük oda. Az elsőhöz. Ugye mindenki tudja, hogy redoxi-reakcióról akkor beszélünk, hogyha mindkét folyamat egyidejűre bejátszódik. Tehát a redukció és a redoxi-reakció is. Ha csak egyszerre egy van jelen, az nem redoxi-reakció. Emlékeznek-e, tudnak-e nekem mondani oxidáló szereket? Például oxidáló szerek. Ha valaki emlékszik a definícióra, oxidáló szerek oxigénben milyen anyagok? Nagyszerű. Tehát akkor már csak arra kell gondolni, hogy milyen anyagokban van nagyon jó sok oxigén, az biztos, hogy oxidáló szer. Maga az oxigén, az oxidáló szer? Nem. Nem. Akkor mit, ha most azt mondanám, hogy értem, akkor megvan, hogy mi volt az oxidáló szer. Akkor ő meg mi volt? Redukáló szerek általában fémek, kérem szépen. A réz az egy fémes elem. Természetesen vezeti az elektromos áramot? Vezeti a bőt? Hogy? Mert nyilván réz vezetékek húznak a falba. Régen 100 éve még alumínium vezetékek voltak. Nagyon fontos, hogy az alumíniumnak a mechanikai szilárdsága sokkal kevésbé előnyös, mint a réznek. Tehát, hogyha hajlításnak van kitéve, ő eltörik. Részre kell cserélni. De nem ő a legjobb elektromos vezető. Melyik a legjobb elektromos vezető? Most egy picit a fizikával. Nagyon ügyes. Emlékeznek? Az ezüst a legjobb elektromos vezető. De mégsem ő belőle készülnek a vezetéket. Tudjuk, hogy miért. Jó. Kérem szépen, milyen szernek nevezhető az oxigén? Mit mondunk? Oxidáló szer. Nem, írjuk meg. Oxidáló szer. Miként viselkedik a levegő oxigénre a lézzel? Mi csinál ő a lézzel? Oxidálta. És én oké, értem, hogy maga a vasat említettem, mert a vas felületén is kialakul az oxigénre. Amit hogy hívjuk képről, Tami? Most, hogyha hirtelen benyúlok a zsebembe, lehet, hogy van ott 10 darab szögegy önzáró tasakba, és tudok szerintem odaadni rostát. Most ez ugye nem direkt készült, nem, hogy most hirtelen kaptatok, csak most ő benn maradt a zsebembe. Jó. Kérem szépen, jó vagyunk. Negyed. Talált ki! Tanár néni, ugye, Zsuzsa néni hozta be nekünk azt a színtelen folyadékot, amivel önök a hevítés után beleejtették a rész drótot. Reakció után a rész drótot egy folyadékba tettük, és visszanyertek eredeti színét. Ez a vegyület
Jó, aztán látta. Lenyező formulával pillanatnyitát rendelőre. Mit érez? Jelvonulat. Tehát akkor mi ez tulajdonképpen? Jelvonulat. Hangosattál! Minden tudna vele. Jó, hát Dávid, most helyre tette az előző kis vaklökését, hogy sokat beszélt, most azt mondta, amire kíváncsi lesz. De hát, mi a neve? Most az elnyelés kifejezés egy biológiából is fogják lenni, de ne menjünk messzire, csak arra gondoljuk, kinek van otthon gyümölcsös, a terkevéd, ahol a terkén gyümölcs van. Ha milyen gyümölcs van, akkor mondjuk például. Almaszint. Jó. Kérem szépen, ha az lehúlik, náli nagy felettek, nem szedem össze, és akkor mi? Meg fogja őket lenni a mi? Tadás, fogcsak össze. Miért? Miért? Az édes nevű általakul elnyed az is a gyümölcs. Jó? Kérem szépen, az első önálló kísérlet a tulajdonképpen megtörtént. A második kísérlet, ahogy ígértem, a kémhatás és állat lesz. Egy kicsit puskázva megnézem, hogy 12 óra 20-kor lesz kicsendő, de már most pillanatok 3 perc, 30-kor fogjuk kezdeni. De 30-kor már nekünk nem kell újra baleseti védelemről beszélni, és el fogjuk tudni végezni, meg tudjuk csinálni mind a két kísérletet. Mégis hogy akkor mit szeretnék még elmondani? Ami most nekünk már nem kell, azt picit félretesszük, a kis készét, a lépdrótot, azt az alkoholt, amit gondolt Dávid, a kis edényfel, őt is félretesszük, már ő sem fog kelleni. A kisgyerekünk mindenki nem húzhatja, ott hagyja a saját használat. Ahogy kimentünk, annak ellenére, hogy kisgyerekünkbe voltak, én szeretném, hogy megmosnám a kezüket, és úgy fognám hozzám a megnyugodt a ló. Ugye most olyan jobb érzés, hogy lehet. Na de mi a magyarázata, hogy mit esnek? Elkezdett a szervezet, amit este mi csinálni? Pál. Na de ezt megakadályozta a kesztyű. És mit csinál ez a pál? A kesztyű oldalára lecsapódott. Milyen haladatok van az ilyen történet? Gázhalmaz volt. Milyen haladatok van az ilyen csapódás? És ezt érezte most. Jó? A következő kísérletnél becsöpő után, tehát jön a sósaj. Kérem szépen, nagyon óvat, mit csinál maga még a köpetje? Még szól a csöpő, de ez nekem szól. A sósajban most, mielőtt kimegyünk, nagyon óvat. Nem olyan kömény, nehogy azt gondolják, mint amivel én használom ott a másik suliban, de ő is tudna gondot okozni. Nem volt baleset, nem volt sérülés, szeretné vízzelni a mai foglalkozást. Jó? Milyen ő? Piros, eleve nem tartózkodhatunk köppeny nélkül, Dávid a laboratóriumba fölveszi a köppenyt vissza, majd kimegy, ott lehet. Figyeljenek ide, én is magamon tartom még este is, ebben szoktam aludni. Így kérdeztem, hogy nem, tegye oda vissza. Itt is leöblíthetjük, igen, Dorka nem itt veszi le. Jó,